napot kívánok mindenkinek, egyben boldog új évet is, jelenlévőknek is, meg nézőiknek is, olvasóiknak egyaránt. Én nagyon rövid leszek, csak egy összefüggés rendszerbe szeretném belehelyezni ezt a mai napon aláírt együttműködési megállapodást. Mindenki emlékszik rá, hogy annak idején a magyar elnökség idején magyar kezdeményezésre került sor az európai roma integrációja, integráció keret stratégiájának a kidolgozására. Ennek alapján készültek el az egyes tagállami úgynevezett nemzeti stratégiák, és végső soron ebben az összefüggésben helyezkedik el az a keret megállapodás is, amit a magyar kormány 2011. március 20-án kötött az országos roma önkormányzattal. A stratégiának is és a keret megállapodásnak is nagyon sok területe van. Mi úgy gondoltuk, Farkas Flórián elnök úr kezdeményezése alapján, hogy ezt a keret megállapodást nekünk a külpolitika és általában véve a külképviseleti tevékenység területén is alkalmaznunk kell, mert ez is egy nagyon fontos eleme a társadalmi felzárkóztatásnak, ezen belül a roma közösség integrációjának. Összefügg mindezzel a kérdéssel, tehát mindazzal a kérdéssel, ami egyébként magában a keret megállapodásban is szerepel, a foglalkoztatással, oktatással, lakhatással, egészségügyel, felnőtt képzéssel és így tovább. Ez egy keret szintén, ezt majd ki kell töltenünk tartalommal, néhány elem az már megjelenik, például segíteni fogjuk az országos roma önkormányzat brüsszeli képviselőjének a munkáját, infrastruktúrális és egyéb területen. Segíteni fogjuk adott esetben azt a közeljövőben megrendezendő konferenciát, amit az országos roma önkormányzat rendez, a roma integráció európai összefüggéseiről, és természetesen meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk az országos roma önkormányzatot jobban bevonni a külképviseletek munkájába általában, hogyan tudjuk ezzel megteremteni a feltételeit annak, hogy a külpolitikának jobban részévé váljon a társadalmi felzárkóztatás és ezen belül a roma felzárkóztatás, másrészt pedig hogyan tudjuk azokat a feltételeket megteremteni, illetve elősegíteni, hogy a jövőben egyre több roma munkatársat tudjunk foglalkoztatni a külpolitika területén is. Tehát mindezek egymással összefüggő kérdések. Én azt hiszem, hogy az önmagában véve egy nagyon fontos dolog, hogy most ezt az együttműködési megállapodást aláírtuk, de a feladat az, hogy a jövőben ezt részletes tartalommal töltsük meg, azokon az elemeken túl, amelyeket már maga a megállapodás tartalmaz. Együtt fogunk működni, ez egész biztos, és azt az együtt döntési programot is meg fogjuk valósítani, amit egyébként a kormány által kötött keret megállapodás tartalmaz. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, miniszter úr, elnök úr. Tessék. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és engedjék meg, hogy örömömet fejezem ki annak jelül, hogy ilyen nagy az érdeklődés a miniszter úrral megkötött megállapodásunk iránt, és hadd jelentsem önöknek azt is, hogy a mai nappal a magyarországi cigánypolitika egy új szakaszába lépett, ugyanis nem kevesebb fog történni, mint az, hogy európaizálódik a cigánypolitika, és megpróbáljuk azt a kincset, azt az értéket, azt a hozott eredményt, ami ma már Magyarországon letapintató, visszavonhatatlanul értékes, továbbadni, ugyanis abban egyetértünk miniszter úrral, és azt gondolom önökkel is, az unió országok egészével is, hogy a cigányság integrációja egy összeurópai kérdés. Ez egy európai integrációs kérdés. Nem lehet,
hogy ha Magyarországon vannak eredmények, akkor békében hátradőlünk, és hagyjuk azokat a tagországokat, ahol a cigánykérdés még mindig cigány úton van, és nem nyújtunk segítséget. A magyarországi cigánypolitika ma egy modellértékű roma politika. Mind szakterületén, mind politika területen, és engedjék meg nekem, hogy néhány gondolatot mindegyikről szóljak, és kezdem fordítva, kezdem a politikai területén. Azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy az a nemzetiségi törvény, ami 90-ben lett elfogadva, sajnos egész Európában még alig van jelen. Legfőképpen nem úgy, ahogy nálunk Magyarországon, hogy még némi módosítással is. Arról nem beszélve, hogy az a kisebbségi önkormányzati képviselet, ami teljes autonómiát biztosít a kisebbségnek, ahol amiért más országokban küzdenek, Magyarországon már bejárta az útját. Bejáratott lett ez a módszer, és meggyőződésem, és higgyék el nekem, én mondom, ez így van. Hogy nincs más módja a képviseletnek, mint az, hogy saját autentikus módon töltse azt be, és az általa megválasztott kisebbségek döntése alapján. Nos, Magyarországon ez már jelen van valamennyi kisebbség esetében, és így értelemszerűen a magyarországi cigányság esetében is. Ha nincs törvényes, legitim képviselete az adott kisebbségnek, akkor nem tud hitelesen fellépni, nem tudja azt hitelesen képviselni. Akár az intézményesített és a kulturális autonómiának a képviseletének a esetében is igaz ez. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az a nemzetiségi kisebbségek jogairól szóló törvény, ami állóképességét szintén bebizonyította, népszerűsítve legyen. De nem elhanyagolható az sem, hogy itt a parlamenti képviseleti kérdés is, mint olyan megoldódik most 2014-től. És ez is tulajdonképpen a rendszerváltás óta valamennyi kormányzat próbálkozása után az Orbán kormánynak sikerül. Én ezt végig dolgoztam ezt az időszakot, és tudom, hogy milyen akadályokba ütközött. Nem volt igazán meg a politikai döntés mögötte. Nem volt meg a politikai szándék mögötte, mert akkor most ezzel már nem kellene foglalkoznunk. Tehát mind a helyi kisebbségi képviselet, mint a kormányzati szerkezetben való képviselet, az az együttdöntési mechanizmus, amiről miniszter úr beszélt, és az előkészítési folyamat, mind a legmagasabb szinten való politikai képviselet, amely a parlamentális képviseletet illeti, Magyarországon jelen van, és nem beszélve arról, hogy államalkotó tényezők a kisebbségek. Tehát azt gondolom, hogy eljött annak az ideje, hogy továbbadjuk ezeket az értékeket, teremtsük meg a legitim képviseletet törvények alapján, és segítsük a uniós tagországok cigánságának a sorsát, ugyanis 10-12 millió cigányról beszélünk Európában. Ma Európa egyik legnagyobb kérdése, ma még kezelhetjük ezt az ügyet, később már nem biztos. A foglalkoztatás területén több tízezer cigány ember dolgozik ma. A képzés területén saját iskola fenntartó lett a országos romai önkormányzat. Középiskoláink, általános iskoláink vannak. Soha nem voltak ilyen eredmények, soha nem volt ilyen elmozdulás. És hadd mondjak önöknek még valamit, amit én az egyik legfontosabbnak tartok. Hogy erősödött az a békés egymás mellett élés, ami eddig is megvolt, de soha nem olyan szilárdan, mint most. És ezt nekem a képviselőim mondják mind a 19 megyéből. És ez adja meg az alapot arra, hogy azt az ügyet, amit ma már egy modellértékű cigányügynek tekintünk, tovább vigyük, és segítsük ezt, és ezért szeretném megköszönni miniszter úrnak azt a szakmai, diplomáciai képviseleti segítséget, amiben nekünk ehhez segítséget nyújt. Köszönöm. Még egyszer nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek, köszönjük szépen az érdeklődést. Elnök úrnak, miniszter úrnak pedig az aláírást és a sajtótájékoztatót. További jó munkát kívánok! Köszönjük szépen!